Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Bajka István, a Fidesz országgyűlési képviselője, meg annyi bizottság tagja. Szép jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást. Üdvözlöm a kedves nézőket. 5780-at írunk, Sziván havának 11. napja van, míg a polgári időszámítás szerint 2020. június 3-a van, szerda van. Klotildok ünneplik ma a névnapjukat. Őket üdvözöljük, és mindenkit, akinek ma van születésnapa, házassági évfordulója, vagy talán éppen gyermekének ad életet. És akkor nézzük, hogy mi történik a bankba. Vajudnak tovább, 3,45.28 az euró, míg az angol font 3,88.42. Na most nagyon figyeljenek oda, ha valakinek ma a feje fog fájni, izzad, a lába, a reumája, vagy bármi, nem kell orvoshoz rohanni, borogatás, sok fog, sok-sok folyadék fogyasztása, ez ma nagyon fontos, hisz az időjárás ma 8 és 22 Celsius fok között várható. Most nyissák ki az ablakot, hogy a friss levegő betérjen, és mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, ne felejtsék el, a koronavírus nem múlt el, itt van a szomszédban, már mikor visszajön, és mit kell tenni, hogy ne jöjjön vissza? Egyszerűen betartjuk ezt a 2 méteres fizikai távolságot, odafigyelünk a higiéniára, és ha közterületre megyünk, autóbuszra, közétbe, bárhova, akkor föltesszük a maszkot, és legyünk egy kicsit kelet-közép-eurójak, nem déliek, nem nyúlkálunk a másikhoz, minél kevesebb testi érintkezés idegenekkel. Jó? Ezt tartsák be, higgyék el, hogy itt sokkal könnyebb lesz. Üdvözlöm, képviselő úr! Öreget kívánok! Kezdjük talán az emlékezésekkel. Az aranycsapatra emlékeztek, Bozsuk Józsefre, Lórán Gyuláról, és így tovább. Mi is történt? Mint az aranycsapat testületnek a tagja, alelnöke, kötelességük mindig megemlékezni nagyjainkról, és az aranycsapat fantasztikus, csodálatos labdarúgóiról. Ez egyik kötelességünk, és ennek a keretében került sor arra, hogy megemlékeztünk Bozsik Cucu Józsefre és Lórán Gyulának halálának az évfordulójára. Szeretném megjegyezni, hogy egyébként az aranycsapat testület rendszeresen nem csak megemlékezésekkel, más rendezvények megtartásával is megemlékezik az aranycsapat dicsőségére. Én azt gondolom, hogy ez vitathatatlan, a maga korában olyan teljesítményt nyújtott az aranycsapat, amely világra szóló volt, és még ma is sokan emlékeznek rá, és azt gondolom, hogy kötelességünk, hisz példaértékű magatartásuk volt. Nem csak a sportban, óriási teljesítményt tettek, ez a világ legjobb csapata volt, még akkor is, hogyha a berni döntőt elveszítették, mindannyian tudjuk, hogy ők voltak a jobbak. Az egész világ csodálta a játékukat, és azt gondolom, hogy emberségből, sportszeretetből, a munka iránti alázatból, hazaszeretetből is fantasztikus példaképeink mindannyian. Úgyhogy erre kötelességünk emlékezni. Ez nagyon szép és nagyon jó, és természetesen emléket kell állítani és emlékezni, de gondolom nem ez lesz a témája a parlamentben, amikor vezérszónokként szót fog kérni. Igen, mai napon a parlamentben felszólalásra kerül sor Rögtön Segedelmével és az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetésével, illetve meghosszabbításával kapcsolatos jogszabály módosításával, illetve visszavonásával kapcsolatos beszédet kívánok elmondani a Fidesz vezérszónokaként, és ma a parlamentben ezt a beszédre készülök, hogy erre a beszédre is készülök. Ha ebből részleteket elárulna nekünk, ugyan televíziónk élőadásba közvetíti szokás szerint ma egy részét a parlamenti felszólalásoknak és a szavazásoknak, de minthogyha arról lett volna szó, hogy a kormány be fogja jelenteni, hogy visszavonja a vészhelyzetet, illetve visszatérünk a rendes kerékvágásba, hogy a parlamenti képviselők a törvényhozásba be lesznek vonva, és nem rendeletekkel fogunk kormányozni. Szeretném hangsúlyozni, hogy a parlament eddig is működött, sőt, Nem élőbe közvetítettük, nem valami dobozból felvételről, tehát azok a hírek, hogy nem volt, az nem állják meg. Így van, mind a bizottsági munka, mind a parlamenti törvény előkészítési, törvényalkotási munka egy teljesen normális rendben történt, és rendkívül szerintem intenzív munkát végeztünk az elmúlt hónapokban is. Az, hogy
erre a jogalkotásra, pontosabban a kormány számára adott jogosítványokra szükség volt, ez azon vitathatatlan, hisz az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetésekor, ugye az márciusban történt, március 11-én, még senki nem tudta, hogy milyen lesz a járványnak a mérete. Nem tudta senki akkor, hogy ez hány embert fog érinteni, hogyan fogja érinteni adott esetben a parlamentnek a működését, a parlament tagjainak az egészségi helyzetét, bocsánat, hogy magunkról beszélek. Tehát ezt nem lehetett előre látni, és akkor is így került megfogalmazásra, hogy addig lesz ilyen jogrend érvényben, nem eddig ez szükséges, és a parlament kezében volt mindig, és a parlament kezében van annak a jogosítványa, hogy ezeket a jogosítványokat teljes mértékben gyakorolja, mint korábban. Én azt gondolom, hogy ez a rendeletek, hogy hívják ezt jogilag, rendeletekkel való kormányzás? Nem, hát ugye, ha nagyon szabadosak szeretnénk lenni, vagy nagyon jogászok, akkor azt kellett mondani, hogy a kormány rendkívüli felhatalmazást kapott, vagy különleges jogokat kapott, ami korábbiakból eltérőek voltak. Vagy amíg vészhelyzet idején általában. Ami többlet jogosítványok. Én úgy fogalmaznék, hogy többlet jogosítványok. Így kormányoz a spanyol és az angol kormány is, az izraeli is. Így van, ez nem kivételes, vagy pontosabb abban a szempontból kivételes, hogy ilyen helyzet, ilyen járványügyi helyzet előállt a világban, de abból a szempontból, jogi szempontból ez nem egy kivételes megoldás, a világban ilyen ismert, és amikor erre ok van, hál' Istennek nem sok alkalommal van, és most is csak a világszerte elterjedt járvány adott erre sajnálatos okot. Erre azt gondolom, hogy szükség volt, hogy a kormánynak kellő hatékonyságú eszköz álljon a rendelkezésre a jogalkotás területén. Na most akkor ezeket a feladatokat a kormány visszaadja a parlamentnek, és akkor amit időközben hoztak, akkor ezek a rendeletek most meg fogják szavazni és törvényre lépnek, vagy hogy fog ez működni? Én pontosítanék, tehát maga a parlament kezében van a döntés. Tehát a parlament kezében volt valójában a jogszabály, annak a lehetőség, annak a jogi lehetőség, hogy jogosítani gyakorolja. Ez egy téves állítás volt, és nagyon elterjedt, hogy az ellenzék ezt igyekezett elterjeszteni, hogy a kormány kezében van minden, nem a parlament kezében volt. A parlament kezében úgyis kétharmada van a kormánypártnak, tehát nyugodtan el tudta volna ezt intézni ennélkül is, vagy az, hogy milyen kereteket. Igen, az, hogy milyen arányban vannak jelen a parlamentben a pártok, az a választóknak az akaratából van így. Az, hogy milyen jogosítványok illetik meg a parlament és a kormányt, az egy törvénykezési, illetve az egy államjogi kérdés. Tehát azért nyilvánvalóan a jogalkotás területén nem lehet arra tekintettel lenni, hogy egyébként hány képviselő ül benn az egyik vagy másik pártból, arra kell tekintettel lenni, hogy a parlament és a hatalmi ágok megosztása szerinti törvényalkotás munkája maximálisan biztosítva. Értem, fordítsuk ezt le nézőinknek a magyar nyelvre. Ugye, akinek időközben lejárt a személyigazolványa, jogosítványa, részletfizetései, átmenetileg felmentést kapott, addig, amíg a helyzet olyan, amilyen volt. Most, ahogy visszaadja a parlamentnek ezeket a lehetőséget a kormány, illetve a miniszterelnök, akkor ezek azonnali hatállyal megszűnnek, és most mindenki sorba fog állni, hogy az okmányait kijavítsa, elmaradt részleteit gyorsan befizesse, vagy ennek a halasztó hatása még bizonyos ideig megmarad? Igen, valójában az a lényege, egyszerűen fogalmazza, hogy a minden egyes jogszabály úgy szólt, illetve az egészségügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos jogalkotás is mindig úgy foglalt állást, és úgy fogalmazott, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet lejártát követő meghatározott napig, jellemzően 30 napig még további lehetőség. Értem, tehát akkor nincs értelme, hogy most mindenki rohamszerűen. Nem, nincs. Azt gondolom, hogy normális, az élet normális menete szerinti rendben lehet az ügyeket tovább intézni és tovább vinni, és hogyha betartják ki a törvénynek ott is, hogy maximális határideje, de azt gondolom, ezek a jellemzően 30 napos határidők, ezek mind-mind betarthatók, és az embereknek lehetősége van a személyes ügyeiket intézni. Lépjünk tovább, mert időnk az nagyon halad, és még két témánk van, nemzeti konzultáció. Mit vár a kormány a nemzeti konzultációtól? Voltak választások, a választó döntött, ahogy döntött, jelen esetben van egy kétharmados többsége a kormánypártnak. Akkor most erősítést, újabb felhatalmazást akar az Isten adta néptől, hogy válaszolja meg a kérdéseket, hogy így még erősebb legyen a saját hitébe, vagy miért? Azt gondolom, a nemzeti konzultáció az egy rendkívül fontos intézmény, azt gondolom a magyar politika történetében. Az egész világon, Európában egészen biztosan, de az egész világon is páratlan, hogy egy kormányzó párt megkérdezi fontos kérdésekben az embereket akkor is, amikor egyébként úgy két választás között van.
Eddig 8 nemzeti konzultáció volt, és ebben az emberek fontos az életüket, alapvetően érintő kérdésekben foglalhattak állást. Ebben a mostani nemzeti konzultációban is az embereknek lesz lehetőségük véleményt alkotni, hogy hogyan is alakult ennek a válsághelyzetnek a kezelése, kívánnak-e újabb szabályoknak a megalkotását, és a biztonságuk körébe milyen további intézkedéseket várnak. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt persze természetesen megerősíti a mindenkori kormánypártokat a döntéseikben, de ez is egy fontos része. Én azt gondolom, hogy a demokráciának fontos része, hogy a választásoktól függetlenül az embereket rendszeresen megkérdezzük fontos ügyekben. Na most a nép az megválasztotta a helyhatósági választásokon a jelenlegi helyhatósági vezetőket is. A kormány átcsoportosított pénzösszegeket, de nem tudjuk még, hogy mibe került a háború, hisz még nincs vége a háborúnak. Viszont az ellenzéki polgármesterek azt állítják, hogy teljesen lenullázódtak. Jelen pillanatban nem menjünk bele a részletekbe, hogy ez azért van, mert fedezni kell a kiadásokat, vagy azért mindahogy ezt ők interpretálják, mert a kormány tönkre akarja őket tenni. Vajon ez nem fogja befolyásolni a nemzeti konzultációt, hisz mindenkinek azt fogják mondani a helyhatóságiak, hogy hát erre sajnos nincsen pénzünk, nem fogjuk a kártyukat kijavítani, a szolgáltatásainkat csökkenteni fogjunk, mert a kormány elvette a pénzt. Mi a válasza erre a kormánynak? Hisz a költségvetésben, ha én jól értettem a pénzügyminisztertől és több megszólalótól, akkor 116% van, tehát 16%-kal többet kapnak a helyhatóságok a következő pénzügyi esztendőben. Hát először is, hogy magam nevében tudok nyilatkozni, nem a kormány nevében. Először is jellemzően az önkormányzatok most 2019-ben jelentős töbletekkel adták át, vagy kapták meg az önkormányzás lehetőségét. Itt Erzsébet városban is, hogyha már itt Veselény utcában ülünk, itt is több mint 10 milliárd forint töblettel kapták meg. Hasonlóan ez szinte minden önkormányzattal elmondható. Tehát az önkormányzatnak van és volt bőven forrása, amikor még nem volt látható, hogy a járványhelyzet fog keletkezni. Tehát egyrészt van bőven forrásuk. Másrészt a demokrácián... Akkor miért minden önkormányzat most újabb vészhelyzettel költségvetési módosításokat hajt végre? Hát egyrészt azt gondolom, hogy ez egy gazdálkodási kérdés. Tehát a demokráciának egyik fontos jellemzője a közteherviselés és fontos szabálya. Tehát az önkormányzatoknak is ki kell venni a részét a veszélyhelyzettel, a járványveszély elhárítása. Az a polgároknak, mert az önkormányzatok a polgároktól fogják elvonni a szolgáltatásokat. Az elvonás az egy másik kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy nem elvonással, mint hogy a kormányzat sem ilyen politikát folytat, hogy az emberektől elvont volna valamit azért, mert a járvánnyal szemben védekezett, hanem megfelelő költségvetést alakított ki, megfelelő gazdálkodást, átcsoportosításokat hajtott végre. Tehát egy önkormányzatnak is az a feladata, hogy a költségvetését stabilan tartja, és közben a járvánnyal szembeni védekezés is megvalósítja. Nagyon egyszerű azt mondani, sőt politikailag majdhogy nem szócsőként is mondják egyes baloldali vezetési önkormányzatok, hogy őket most a kormányzat ellehetetlen. Itt egyidő szó sincs, tehát meg kell nézni az arányokat és a mértékeket, hogy mi az az arány, ami érinti őket. Én azt gondolom, hogy kevés ahhoz képest, mint amit ők a sajtóban visszhangoznak, ez egyik. A másik pedig, hogy ők meg sem próbálják, vagy legalábbis eltagadják azt, hogy hogyan is kéne gazdálkodni helyesen. Tehát először is ugye a régi mondás, mindannyian ismerjük, hogy mindenki söpörgessen először a ház előtt, az önkormányzatoknak is azt kell megnézni, hogy ők mit tudnak jobban és helyesebben tenni. Itt nem akarok most olyan aktuál politikai kérdésekbe belemenni, hogy az önkormányzatok mire költöttek a veszélyhelyzet idején, ahelyett, hogy a veszélyhelyzet elhárítására költötték. Ezt majd megkérdezzük őket. Igen, de kérdezzék meg, a sajtóban is többször nyilatkoztam, hogy olyan kiadásokat és olyan szerződéseket kötöttek, amik abszolút nem voltak szükségesek, viszont a járvány veszély, vagy a járványra szembeni közdelentől elvontak forrásokat. Na, ez egy rossz gazdálkodás. Ezt megkérdezzük őket. Még egy kérdésre maradt időnk. Több elektromos hírportál önnek tulajdonítja egy 7. kerület ingatlan irodalmi módon elkótya vetjélését. Na most én háromszor elolvastam ezt, és nekem úgy tűnik, hogy a fent említett időszakban ön nem is volt sem a 6., sem a 7. kerületben. Akkor hogy sikerült távirányítóval elkótya vetjélni? Ezt nem tudjuk, mert ebben az ügyben sajtóhelyigazítás fog kezdeményezni. Tehát amikor ez a jogügylet történt, hogy ez 2018 novemberében, akkor én már rég nem voltam képviselő itt a 7. kerületben,
parlamentben ültem, és ennek az eldöntésében ez egyébként nem ingatlan volt, hanem egy üzletrész, egy társaságon belül üzletrész, hogy ezt értékesíti a 7. kerület önkormányzata, ezt a stratégiai döntés, hogy meghozza, majd milyen feltételekkel és milyen eljárás rendben, ebben semmilyen módon nem vettem részt, hisz ugye 2018-ban már kampányoltunk, úgymond évelején, akkor már nem voltak képviselőtestületülések, és a májustól pedig képviselőtestület tagja sem voltam, úgyhogy ez egy elég merész mutatvány volt az újságírók, hogy az újságíró részéről azt megfogalmazva, hogy ebben részt vettem volna, úgyhogy remélhetőleg a sajtóhelyigazításnak helyet fognak adni, mert ez egy alapvető tévedés. És akkor bízunk benne, hogy továbbra is a bíróságok fognak dönteni ilyenekbe, és nem újságírók. Igen, hát először sajtóhelyigazítási kérelmet benyújtjuk az érintett orgánumoknak, és hogyha nem adnak helyet, akkor ez bíróság eljárás. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre. Hát mielőbb visszavárjuk, 10 millió kérdésünk van még. Köszönöm szépen. Próbáljon vigyázni a családra, és ön is tartsa be a 2 métert. Hasonlóképpen. És olyan éttermekben ne üljön be, ahol túl sűrűn vannak az asztalok. Nem, most nem jelenző ez egyáltalán. Önöknek is jó egészség. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünk rá. Szép munkát ma a parlamentben. Előzetesek, és már is érkezik Molnár István, független önkormányzati képviselő, nem máshol, hanem a 7. kerületből. Tudják, azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy az egész országnak bemutatjuk a kerületeknek a képviselőit, hagyd tudja meg mindenki, kikből lesznek a politikusok, a országos politikusok, vagy kikből nem. Itt van egy képviselő, aki független, és sokadik kadenciáját tölti. Lehet, hogy érdekes, tartsanak velünk.